Sziasztok, először itt vagyunk a hétköznapig, a Cinema City arénában jelentkezünk ismételten. Kaptunk lehetőséget, hogy interjúztassuk a nézőket. 2D feliratosan fogjuk megnézni ezt a csodás filmet, az Ant-Man harmadik részét, a Quantum Mániát, amit nagyon-nagyon szépen köszönünk a Cinema City-nek, hogy itt ismét itt lehetünk, és hogy forgathatunk itt. De mielőtt elkezdjük ezt a videót, adok nektek 3 másodpercet, vagy akár többet is, hogy feliratkozzatok a csatornára, a hétköznapikra, amit most éppen néztek. Azt megadom most, jó? Na hát, akkor kezdjük is bele. Nem szerintetek mi az a kvantum? Paralel univerzum, amiben ilyen minden ilyen nagyon-nagyon kicsi talán. Ezt nem is tudnám jobban megfogalmazni. És egyébként én semmit nem tudtam volna mondani, úgyhogy ezt nagyon jól elmondtad. Ez egy aljas kérdés volt. Hát előző Marvel filmekben ugye utalnak már erre, meg van ugye, hogy eltéved a kvantum univerzumban, amikor valamilyen labor baleset történik, és akkor így elvész ebbe a kvantum univerzumba, és most megint ugye a sztori szerint megint oda utaznak, de most nem véletlenül, hanem tudatosan. Ez a 31. Marvel film, ami most jön ki. Melyik a kedvencetek a 30, vagy a 30 közül, amit láttatok? Én az Iron Man filmeket nagyon szeretem, a Guardians of the Galaxy-ket nagyon imádom, nyilván a Black Panther is nagy kedvenc, meg gondolkozom, a Thorok nagyon szórakoztatók. Hát én bajba vagyok a 4. fázisra, én a 3. fázisig nagyon szerettem. Tehát és onnan esett le? Az Endgame, ott az egész fázis, tudja azt, jó, nyilván vannak kiemelkedő darabok, meg annyira nem alulteljesítő darabok, de úgy vagyok vele, hogy ezért a 3. fázis az úgy kerek volt. És akkor most itt vagyunk a 4. fázisban, és nekem most őszintén ez az utolsó film, aminek egy esélyt akarok adni, hogy mert az a 4. fázis eddig nem teljesített annyira jól, meglátjuk, hogy hova kötünk ki. Ezzel mélyen egyetértek. Utolsó kérdésem, hogyha tehetnétek, lekicsinyülnétek, vagy nagyobb adnátok? Én szerintem nagyobb. Nagyobb az jobb. Kicsibe biztos, hogy sok minden érdekesség van még, szóval lehet, hogy ott látunk majd érdekességeket, majd a film megmondja. Én egy kicsit kevésbé vagyok Marvel fan, de most próbálom kicsit felhozni a színvonalt, vagy a szintet, hogy egy kicsit képbe kerülni, hogy miről is szól ez az egész univerzum, mert még vannak elmaradásaim. Úgyhogy most igyekszem nem lemaradni. És azt mondod, hogy hanyadik rész ez a hangyának? Azt hiszem, hogy ez a 3. Egy 10-es skálán mennyire várod ezt a filmet, úgyhogy most még nem vagy annyira a képbe, ahogy mondtad ugye most a Marvel-el, csak így próbáld behozni ezt a filmet úgy, hogy nem tudom mennyi film marad ki, de mennyire várod? Hát az igazság, hogy nagyon sok Marvel film van, és azért párat láttam már, úgyhogy olyan nagy lemaradásom nincsen. Inkább attól tartok, hogy olyasmit hallottam, hogy nagyon hosszú ez a film, úgyhogy remélem, hogy kibírom. Nem szundikáltam délután, úgyhogy ez most megterhelő lesz. 3 kedvenc Marvel karakter, jó. Vasember egyértelműen, Thanos, és nem tudom, hogy hívják, csak most láttam képen a Galaxis őrzőibe, akit a Paul Bautista játszik, ő kicsoda? Drax, hát igen, ő. Na hát ennyire vagyok képbe. Külön köszönöm, hogy a Thanos megemlítetted, mert szerintem senki nem mondta volna, vagy nagyon kevesen mondták volna. Én nagyon szóval köszönöm. Nagyon szeretem a gonosz karaktereket, úgyhogy azért különösen. Szóval, mi legyen? Hangya. Kedvenc Marvel karakterek, 3 Marvel karakter, amit szerettek. Súgja nekem. Pókember. Igen. Igen. Vasember. Igen. Eddig jó. Na, még egy harmadik. Amerika kapitány. Ó, hát ezek nagyon jók. Hát kb. A legjobbak. Megtanultam, jó? Igen, hát eljöttünk, mert hát kíváncsi, ezt most megjegyeztem. Pókember, Vasember és Amerika kapitányom. Hát nem tudom, kíváncsiak várjuk egyébként, hogy milyen lesz a film. Azt tudjátok, hogy ez a 3. rész, ugye? Aha, első 2-t nem láttuk. De így be lehet... Tényleg? Nem hozta le moziba? Na jó, hát akkor ezt majd megbeszéljük, de hát nagyon kíváncsiak vagyok tényleg. A film előtt meg szeretném tőled kérdezni, hát te tudod a választ, mi az a kvantum? A kvantum? Hát ugye az egy nagyon mini atom világnak a legkisebb részei. Szerintem ez egy jó válasz volt. Én például nem tudtam volna ezt megmondani. Most az a 31. Marvel film, ami kijön, még kimondani is kemény. Melyik a kedvenced, vagy mennyit láttál ebből? Én szerintem láttam az összeset. Szép. És láttam az összes sorozatot, úgyhogy már a Kangot is ismerem, tehát vagy Kanget is ismerem, úgyhogy képbe vagyok. Nagyon várom, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő milyen szint hoz majd ebbe az egész Marvel univerzumba. Azért itt meglepő dolgok lehetnek. Én arra számítok, hogy ő sokáig velünk lesz. Rossz vagy jó értelemben, azt majd meglátjuk. Szerinted erős ez a 4. fázis, vagy te is inkább a kritikusokkal értesz egyet, hogy a 3-ig jó volt?
Hát ugye most, ami most indul, az viszont szerintem abban nagy potenciál van. Tehát, hiszen ez az ötödik. Igen. Igen, így van, tehát hogy most, ami most jön, abban szerintem nagy potenciál van. Ez az elmúlt pár filmben volt egy kis ilyen kis szünet, enyhe szünet, de én azt gondolom, hogy azért nyilván a bosszúállókat nehéz überelni, de ez szerintem nagyon jó lesz. Utolsó kérdésem, ha tehetnéd, lekicsinyülnél, vagy megnagyobbodnál? Nem tudom, szerintem még nagyobb lennék. Képes felülírni a létező világot, és idősíkokat eltörölni. Marvel-e mennyire vagy így otthon? Nem nagyon kedveltem eddig így a Marvel filmeket, úgyhogy most várok valami csodát. Kedvenc Marvel szuperhős, mondjuk majd kettőt. Pókember. 1-2-3-4-5-6 része. Úgyhogy ez igen, ez jó. Pókemberekből melyik eszted? Mondjuk a színészek közül melyik színész írát szeretted? A mostani utolsó pókembert, ezt itt néztem a moziba, úgyhogy ez nagyon tetszett. Egyébként így Marvelek sosem fogtak meg igazán. Én inkább az ilyen dokumentumfilm, meg vicces vígjátékok, ezek, amiket szeretek, de most kíváncsi vagyok, hogy ez tetszeni fog-e. Teljesen nem vagyok így a rajongója, viszont nagyon sok ismerősöm nagy rajongója a Marvelnek, és ők mindig hívnak, hogy menjünk moziba, úgyhogy nekem meg kell, hogy kedveljem, úgyhogy sokat várok a filmtől. Apa! Hol vagyunk? Quantum Mania. Mit jelent a Quantum? Hát gondolom a Quantumverzumba fognak átmenni, abban lesz egy kis kóborlás. 31. Marvel film, ami jön. Mennyit láttál az előző 30-ból, és mennyire szereted őket, mik a kedvencek? Egyébként Pókember a kedvencem. Én követem a Marvelnak, hogy a stílusát nagyon szeretem. Lekicsinyülhetnél, vagy megnagyobbodhatnál, melyiket választanád? Nagyobbodás választál mindenkinek. Mindenki a nagyobbodás, miért? Magasabbról látok mindent, jobban az irányításon látom menni a dolgokat. Én biztos, hogy megnagyobbodnék. És figyelnél az épületekre, hogyha mászkálnál, ugye? Hát igen, nem rúgnám fel őket, mert a kocsikat ilyen gördeszkaként használnám, igen. Kedvenc Marvel képregényhősök, mondjuk nem tudom, egy-kettőt. Ez mindenképp Spider-Man. Igazából ő van a toppon, más, a többi az ugyanannyira igazából. Neked? Hát én mondjuk, hogyha az X-Men sorozatot nézzük, akkor Wolverine, meg Gambit. Ha tehetnétek, lekicsinyülnétek, vagy inkább megnagyobbolnátok, melyik lenne a jobb? Én szerintem lekicsinyülnék. Mondjuk egy orvosi szempontból azért elég sok mindent meg lehet oldani, hogyha bele tudok menni mondjuk egy organizmusba, vagy stb., hogy megoldja bizonyos problémákat. De értem a megnagyobbodás témát, tehát hogy igen. Neked? Ha belegondolok, én is lehet inkább kisebb lennék, a kevesebb vér kell, hogyha valami bajom van. Hogyha veszek egy helyet a repülőjegyen, nekem egy szobám van. Tényleg igazából feltosz bármelyik repülőgépet, csak osonni. Vagy akár osonni is. Nem kell győznöm. Elég, ha mindketten veszítünk. 2 hours later. Véget ért a film. Hogy tetszett neked? Hát be kell valljam, hogy én nagyon izgultam, mert én voltam Catherine Newton magyar hangja, úgyhogy jól elkaptatok. Nagyon tetszett. Szerintem az eddigi hangyák közül az egyik legjobb. Úgyhogy szerintem a legviccesebb volt. De úgy magában a történetben nekem kicsit néha katyvaszos volt, egy mindent így teljes mértékben magadévá értetted, mi történik pontosan? Igen, a Covid alatt nekem volt szerencsém legelejétől a legvégéig megnézni az összes Marvelt időrendben, úgyhogy eléggé képbe vagyok. Látványvilág, színészek játéka, mit gondolsz ezekről még? Hát nagyon erős vizuális élmény nyújtott a film, azért ezt meg kell mondani. Színészi játékokban is szerintem zseniálisat alakítottak, úgyhogy én rendkívül jól szórakoztam. Na hát fél kőkemény leszek, hogy tetszett? Hát én is kőkemény leszek. Fia, a fogalmam sincs, hogy itt most mi történt, megmondom őszintén. Alapvetően tökre szeretem azokat a filmeket, ahol tér, idő, dimenzió, meg egyebek vannak, de ez számomra egy ilyen teljesen értelmezhetetlen valami volt. Megnőttek, összementek, még nagyobbak lettek. Dupla csavar a végén az jó, az előrevetít sok mindent, amit majd várhatunk a folytatásban, de én azt például senkinek nem ajánlom, hogy úgy nézze meg a legújabb Hangya és Darás, hogy nem nézi meg előtte azt a két részt, amit eddig lehetett látni. Lehet, hogy nekem is most meg kell nézni, hogy rájöjjek, hogy mi történt itt ebben a 2 óra 5 percben. Nem láttad akkor az előzőket? Láttam, de egy picit régebben, tegnap egyébként elkezdtem nézni este, de elaludtam. Itt is egy 15 percet megmondom őszintén, egy picit beleszuszokáltam, viszont ScreenX-ben parádé. Tehát azért az egy, hogy valami jót is mondjak, hogy azért az az élmény, az a látvány, ami ott térben téged körbevesz, azért az elég menő. Mit gondolsz, hogy Jonathan Meyers-szel a főgonoszról?
Alapvetően a színészi játéka szerintem nem volt probléma, mondom, nekem ez az összevisszaság, ez a keszekusszaság volt számomra értelmezhető. Próbáltam monitorozni a többieket, a kis filmtársaimat a mai napon, hogy ők hogy érezték, de itt nálam ezerszer nagyobb Marvel fanok is néha ilyen tátott szájjal, meg kikerekedett szemmel követték az eseményeket, és ők is azt mondták a végén, hogy hát így kapargatták a fejüket, hogy most akkor mi is történt valójában? Utolsó kérdés, melyik Marvel filmet ajánlod így, ha ezt nem, mert ez valószínűleg nem annyira, akkor melyiket ajánlod a nézőknek? Csak és kizárólag a Vasembert. Azt mindenek felett, az összes részt, én nagyon-nagyon-nagyon nagy Vasember fan vagyok, úgyhogy én azt nagyon-nagyon szeretem, és nagyon-nagyon ajánlom is az összes részét. Hogyan tetszett? Hogy tetszett neked az a film? Nekem nagyon tetszett igazából. Nem éreztem, hogy 2 óra volt, szóval én úgy értékelem a filmeket, hogyha úgy megy el az idő, hogy nem veszed észre, akkor jó volt. Különösen tetszett a fő ellenség, akit most így felépítenek az univerzumba. Te mit gondolsz a színészi játékokra, vagy akár csak a fő ellenség karakterére? Hát igen, a Kanget ugye láttuk már a Loki sorozatban, és nagyon izgi volt, hogy ugye a plusz jelenetben a végén meg megint láttuk Lokit, úgyhogy így valami közös megjelenés lesz a jövőbe. Lehet Loki film lesz, lehet Kang saját filmje lesz, vagy ki tudja, de igazából tök izgi. Melyik az a Marvel film sorozat, amit most ezek után a legjobban vársz, vagy van már egy olyan, amit már régebb óta nagyon vársz, és ez nem tud azon kívül más lenni olyan, amit nagyon szeretnél látni már? Hát Loki. Király lenne, hogyha Lokinak lenne saját filmje, mert a sorozat nagyon tetszett. Egyet kell értenem, nekem is ez a kedvencem, de hogyha azt még filmre vinnék, az még jobb lenne. Igen, az nagyon izgi lenne, úgyhogy ebben reménykedem, de majd meglátjuk. Sztár parádé gyerekek, hát szóhoz sem jutok, ti szóhoz jutok? Ha igen, akkor írjátok meg a kommentekbe, de ne csak erről írjunk, hanem arról is, hogy nektek hogy tetszett a film. Ha meg még nem néztétek meg, akkor tessék gyorsan elmenni a moziba, és megnézni minél előbb, hiszen nagyon gyors, nagyon veszélyes az internet világa, és nagyon gyorsan spoilerekkel teli. Ami még feladatot adnék nektek így házinak, hogy iratkozzatok fel, lájkoljátok a videót, a kommentelést már mondtam, és hát maradjatok hétköznapig. Sziasztok!